Szervusztok, jó estét kívánok! Este 19 óra van, és indítom az énekórát. Beskálázunk egy kicsit megmelegítjük a torkunkat, átismételjük azt, amit már olyan sokszor mondtam, de higgyetek el, hogy nem elégszer kell elmondanom azokat a fontos, apró dolgokat, amiből egy olyan éneklés kerekedik, ami sok-sok évig kitart velünk. És ezért is vállaltam ezt a feladatot, hogy ezzel a munkámmal segítselek benneteket, hogy szépen, kitartóan, hosszan tudjatok énekelni. Szóval ez a bevezető után elindul a fújós. Aki újonnan van itt velünk, annak mondom, hogy próbáljon inkább először az orrán venni nagyon finom levegőt. Nagyon finom levegőt, és azt a kis levegőt megtartani a bordájával. Szépen a kört, ami ment az orrom irányába, tehát mindig az a lényeg, hogy nem lefele engedem a dolgot, hanem vagy kifelé gondolom, vagy inkább felfelé. És a torkomban van a hang, az orromban van a levegő, amit viszont kinyitok, mint hogyha szimatolnék állandóan. Pálma itt van velem, aranyos pálma kolléganő már itt van. Örülök neked, pálma. Na, hát akkor folytatjuk a fűvel. Nagyon fontos, hogy nagy mennyiségű levegőt fújjuk le a számról. Mintha egy pihe lenne rá, és azt le akarom fújni. Lefújom. És a gondolat mindig az, hogy kifelé rakom. Yeah.
kell figyelni, hogy az utolsó előtti hangot mindig egy kicsikét húzzátok meg, hosszítsátok meg, és ahogy meghosszítottátok, akkor az utolsó hang már csak ráborul. Szervusz, Mónika! Örülök, hogy beadtad már a házi feladatodat. Na, tehát, és akkor az elsőt meg egy kicsit megütöttem. Megütöttem, és engedtem, hogy áramoljon kifelé a levegő. Csináljuk a dínom-dánomot. Mindig arra törekedjetek, hogy a nyelvetek laza legyen hátul, nem kell extra dolgot csinálni, csak egy picikét megérinteni ott hátul a fogatokat, és elengedni az állkapcsolatokat. Ez azért fontos, mert nekünk szeparálni kell a nyelvet az állkapocstól, hogy nagyon szépen érthetően tudjunk énekelni. Dínom, dánom, dínom, dánom, dínom, dánom, dínom, dánom, és akkor utána esik le. Tehát nem engedem, hogy egy magánhangzó legyen, mindig kivárom a második magánhangzót, és ennyi idő alatt telik el annyi, amennyi betölti a rezonanciát, annyi levegő érkezik fel, hogy kitölti nekem teljesen a rezonáns üregeimet, és attól szép valakinek a hangja, hogy minden rezonancia benne szerepel. Csináljuk azt, hogy zű-zó, csúszkál a fogamon a nyelven. Zűzó. 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 Thank you.
És elárulom nektek, hogy a nyelvem most is ott volt szépen fönn a lazán a felső fogaimnál, és ezzel biztosítottam, hogy hátul széles a torkom. Persze, ha jól veszem a levegőt, és áramlik visszafele, az nekem segít, mert az a áramló levegő tartja nyitva a torkunkat. Nagyon fontosnak tartom, hogy elmondjam nektek, hogy ugye figyelgetem a felvételeket, és azokat a dalokat, amiket én nem ismerek, sokszor előfordul sajnos, hogy nem értem a szövegét. Tehát ti sose engedjétek meg magatoknak, hogy ne a nyelvetekkel beszéljetek. Tehát muszáj használni a nyelveteket. És ha van ismerős a családban, akkor fölénekeltek valamit, akkor kérjétek meg, és kérdezzétek meg, hogy ugye értetted, amit énekeltem. Megmondom, miért van, mert amikor valaki a sajátját tudja, akkor nem tudja megállapítani jól, hogy vajon érthető-e. Ezért kell egy külső fület, egy tanárt, egy valakit megkérni, egy családtagot, hogy érts már, érted, amit én mondok? Jó? Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát nem csak a szép éneklés, hanem az érthető éneklés is kell nekünk. Legyen a kiabáló skálánk, amikor is ugye tartom a bordámat, és aláugrik a gyomrom, és kiterítem, az idő alatt kimegy a gyomrom. Megint kiterítem, és kiengedem a gyomrom. Tehát mindig újból, újból aládobom. Hé, 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 hé. Amikor fölfelé megyünk, és egy kicsikét több levegő kell hozzá, akkor még azt is megcsinálhatjátok, hogy egy picit loptok az orrotokon. Az orrotokon loptok, akkor az ugyanúgy nyitva tartja továbbra is a torkotokat. Arra is vigyázzatok, hogy sose feszüljön meg az állkapcsotok. Tehát arra nagyon kell figyelni, ezzel erre mondom, hogy mosolyogjunk, mert ha mosolyogtok, nézzétek meg, ha mosolyogtok, akkor nem tudjátok megfeszíteni az állatokat. Magától se tud megfeszülni. Na, akkor legyen nekünk egy olyan skálánk, ami régebben volt, ez a ri-rő skála, azt hiszem régebben volt már. Játsszatok a levegővel. Elkoppantom az elejét. Tehát nem minden hang egyformán hangos, hanem kiengedem a köztes hangokat, persze azzal a feltétellen, hogy az orromban van a levegő, és az tartja nyitva továbbra is a lehetőséget, hogy szép hang jöjjön és tiszta ki. Ri 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 ri
talán még csináljunk egy optimista skálát. Azt mondja, mert hogy szép a hangom, 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 szép a hangom. Na, tehát akkor össze-vissza skáláztuk magunkat, és ajánlom nektek, hogy amikor fellépni mentek, nem kell mindegyiket, de legalább egy kettőt, hármat csináljatok meg, hogy szépen megmelegedjenek a hangszálak, magyarul, úgy, mint a tornász, be kell melegíteni egy kicsit. Két dalt hoztam, egy hallgatót és egy andalgót. El kell mondjam, hogy én nagyon-nagyon szeretem az andalgókat, annál csak a hallgatót szeretem jobban. Akkor úgy gondoltam, hogy először elmondom nektek az andalgót. Mindenki ismerheti, mert ez egy népszerűbb andalgó. Vas Gábor és Rak István szerzeménye, Kigyúlt egy csillag a Balatonon. Nagyon aranyos. Na most úgy van az, hogy megismételjük mindig a második felét. Én úgy szoktam, hogy mind a kétszer megismétlem. Tehát ez egy lehetőség az andalgóban. Tudjátok, nem muszáj, de meg lehet ismételni. Hát akkor fogadjátok szeretettel. Kigyúlt egy csillag a Balatonon, sibulj csak hozzám, édes végig az egészet, tehát belső ismétlés. Nem csinálok, csak két fajtát mutatok. Én szeretem folyamatosan énekelni az andalgókat, nem szeretem a nagyon nagy döccenéseket, tehát előfordul, hogy például egy levegőre veszem a 2-4 ütemet. De először most megmutatjuk azt, ami az átlagosan szokott lenni. Kigyúlt egy csillag a Balatonon, simulj csak hozzám, édes angyalom. Na most viszont akkor egybe is csinálhatjuk. Kigyúlt egy csillag a Balatonon, simulj csak hozzám, édes angyalom. Ami nem azt jelenti, hogy az értelmi cezurákat nem tartom meg, csak így egy nagy ívet csinálok belőle. Jó, a második sor. Hullám verésnél jobban vör szíved, csillagna szebben ragyog két szemed.
parti szellő szép mesét mesél. Ti vagy felül egy dalt sodor a szél. Tó parti szellő szép mesét mesél. Ti vagy felül egy dalt sodor a szél. A fél csillag legyen a tanunk, szeretjük egymást, el nem várhatunk. A fél csillag legyen a tanunk, szeretjük egymást, el nem várhatunk. Jó? Hát én így gondoltam. És azt szoktam csinálni, hogy a visszaismétlésnél másik fajtát csinálom. Tehát eldöntöm, hogy mikor és hol csinálom meg azokat a bizonyos aranyos kis lukacskákat. A másik dal, amit hoztam, ez egy csodás dal. Éliás Tibor, kedves kollégám és barátom, és az elnöke ennek a jó kis egyesületnek, csinált Cselényi József emlékműsort, és akkor mondta, hogy szeretné, hogyha egy szép dalt énekelnék én is, és ezt a dalt választottam, amit Cselényi Foti Frici és Jakab Margit írt, az a címe, hogy Ezüst haját simogatom. Csodaszép felvétel van Máté Ottiliával, éppen most néztem meg az interneten. Ez egy nagyon szép dal, ugye édesanyjáról énekelni mindig nagyon csodás dolog. Tehát ilyenkor mindenkinek előjönnek a szép, kedves emlékei, akár él, akár nem él már az édesanyja. Tehát fogadjátok szeretettel, Ezüst haját simogatom. Ezüst haját simogatom, megcsókolom százszor. Körülött egy nyíló virág, aranynak fény táncol. Hosszan mélyen belenézek, szerint kék szemében. Aztán némán leborulok, áldó két kezére. Betakarom meg, ne fázzon, ha hideg szél támad. Vigyázok, hogy baj ne érje, kerülje a bánat. Lelkemet is elküldöm a jó Isten elébe. Áldást kérni, édes anyám, ezüstös hogy ezt én D-durban szoktam énekelni, de ez a kotta, ami van, ez C-dur. Na most arra nem vállalkozom, hogy menet közben transponáljak, és így se tudok mindent lejátszani, hát ha még nekem transponálni kéne. De hát azért megmutatni így is meg tudom azt a pár akkordot, ami alatta van. Tehát akkor jön az első variáció. Nekem egy picit ez mély így, mert ott lent G-t kell énekelni, hát az nekem már olyan határon van itt lent, a nagyon lent. Ezüst haját simogatom, megcsókolom százszor. Másik. Ezüst haját simogatom, megcsókolom százszor. Körülött egy nyíló virág, aranynak fény táncol. Körülött egy nyíló virág, aranynak fény táncol.
aztán némán leporulok, áldok két kezére. Betakarom, meg ne fázzon, ha hideg szél támad. Betakarom, meg ne fázzon, ha hideg szél támad. Vigyázok, hogy baj ne érje, kerülje a bánat. Vigyázok, hogy baj vigyázok, hogy baj ne érje, kerülje a bánat. Lelkemet is elküldöm a jó Isten elébe. Lelkemet is elküldöm a jó Isten elébe. Áldást kérni édes anyám, ez istös fejére. Áldást kérni édes anyám, ez istös fejére. Hát bizony, ez nekem nagyon mély, de ennek ellenére ti énekeljétek, mert ez is egy nagyon-nagyon szép dal. És mindig úgy vagyok, hogy keressünk elő régieket, és akkor avval is frissítsük a repertoárunkat. És mindig tanuljatok. Tanulni kell, mert az agyatokat kell tornáztatni, nem szabad, hogy leálljon az ember a tanulással. Élete végéig tanuljon, tanuljon és tanuljon. Elbúcsúzom tőletek szeretettel azzal, hogy jövő héten várlak megint, és együtt fogunk skálázgatni, énekelgetni. Szervusztok! Szép éjszakát kívánok nektek!